Kuplungtörés miatt elmaradt a hazai győzelem a hétvégi hajómodellező kanizsakupán. A 15 köbcentiméteres kategória döntőjében sokáig Lexikov Zsolt hajója szágódott a mezőny élén, azonban a kanizsai modellezők elnöke műszaki hiba miatt végül a 8. helyet szerezte meg. Ebben a géposztályban Kövér János a 3., Boti Ferenc pedig a 6. lett, az aranyérmet egy debreceni modellező nyerte. A 27 köbcentis hajók döntőjébe két kanizsai versenyző jutott be, Poncók Károly a 6., Kövér János a 8. helyen végzett. Ezen a futamon egy román versenyző diadalmaskodott, a 3 és a 7,5 köbcentis géposztályban fővárosi győzelem született. A futamokat mindkét nap szeles időben erősen hullámzó vízen rendezték.